Kedves nézőink, folytatjuk a Fórum című magazin műsorunkkal, és polgármester úr, ahogy a városrendészekkel hagytuk abba, azzal folytassuk. A busz megálló sztori, ugye, ami ismét, illetve akkor port kavart, utána pedig volt egy rablás, ahol egy hölgytől rabolták el az ékszereit, és a városrendészetnél tartottunk. Tehát itt akkor a rendőrség is hogy kerüljön szóba, hogy a mutatók szerint, amit ön is elmondott két adással ezelőtt, hogy a beszámolók szerint a rendőrség mutatói Gyöngyösön jók, meg hogy elégedett mindenki a munkájukkal és az eredményeikkel is. És akkor jönnek ezek a dolgok, amelyek ugye ilyen közveszélyes helyzeteket teremtenek, és erre is reagált elő polgármester úr, hogy minden hullik vissza a városvezetés felé. Tehát itt volt egy busz megálló sztori, meg volt egy rablás, úgy akkor erre is világítsunk. Normális ember, meg normális esetben egy ilyen jelzést meg kell köszönni az anyukának. Ugye a Facebooknak vannak jó oldala is, hogy felgyorsít és kikényszerít azonnal egy intézkedést. Megy egy információ. Meg van egy rossz oldala, hogy egyébként sajnos megtörténnek bűncselekmények, mert ettől még, hogy mi beszélgetünk meg, szídjük vagy dicsérjük a rendőrséget, ettől még rabolnak, gyilkolnak, lopnak, tehát van bőségesen Magyarországon bűncselekmény. De azt, hogy mindenkit valamilyen nagyon negatív színbe, függetlenül a valóság ismeretétől, ez azért érdekes, mert Gyöngyösön a megye összes kapitányság közül a legjobb mutatókkal, a legjobb eredményekkel a gyöngyösi rendőrkapitányság rendelkezik. Úgy, hogy egy csomó ember hiánnyal küzd. Mert a idézőjelben nagyon jó fizetések miatt egy csomó ember ott adja a szakmát. Egy csomó ember el van vezényelve különböző határvédelmi egyéb feladatokra. Tehát iszonyatos, amit a gyöngyösi rendőrség tisztességgel elvégez. Egy ilyen, a buszmegálló tudjuk, be van kamerázva a közterület, de hát a Zsivány is tudja, hogy nem a kamera előtt csinálja ezeket, hanem azokon a foltokon, ami épület akar, ami nem látszik, nincs kamera. Maga a buszmegálló épülete, a peron váró szintén kamerás, de hát nem ott csinálják, hanem máshol. Ugye évek óta vagy közös járőrözés, vagy a rendőrség is járőröz, mi is járőrözünk, egy csomó felderítés van a kamerák miatt is, mert van, aki azért annyira süsű, hogy beleszalad ebbe a dologba is, értékelhető felvételek vannak. De valami zajlik. Másik, amit megkérdez az ember, hogy miért nem érkezett előbb jelzés? Konkrétan, ha ez most olyan tömegével kommentelik, hogy én fiam is, nem kétlem, hogy megtörtént. De most közös erővel tényleg azt mondtam, hogy összefogtunk, rendőrség, közös járőrözés, sok minden egyéb dolgot is bevetettünk. Nem lesz nyugta az ottani embereknek, de ez még egyszer mondom, évek óta így megy. Azelőtt taxis, ismerős felhív, hogy Gyuri, itt van egy adománygyűjtő, kamu adománygyűjtő, pénzeket vesz el, aláírásokat, és szerintem kamu, mert leírta az illetőt. Rendőrség kimegy, felszólította, bevitte, kihallgatták, jegyzőkönyvezték, eltűnt az illető. Tehát ha van jelzés, azonnal van lépés. Szóval itt is megtörtént ez, és akkor ilyenkor meg lehet nézni, hogy egyébként mi a volán szerepe? Amíg Mátra volán volt, addig a vezérigazgatót vagy a forgalmi irányítót face-to-face felhívtuk, rendeztük 2 perc alatt. Ugye először kiszervezték, megszűntek a különböző területi regionális KMK, tehát a közép-magyarországi. Aztán a Gyöngyös mondjuk bekerült meg minden volán a nagy volánbusz társaságba, és a mi közvetlen kontaktuk a Székesfehérvárról van. Na, tehát akkor napi kapcsolatot ne várjunk el. Tehát egyrészt, ha én szolgáltató vagyok és utast viszek, akkor az utasomnak a biztonságára egy volánnak is oda kell figyelni. Biztos, hogy a rendőrségnek is még hatványozottabban kell, és mi se vonjuk ki magunkat, igen, a közterületfegyő azért van, hogy közterületen, meg nem, meg a busz megállóba is bemegy, ezeket az embereket ellenőrizze, igazoltassa, kényszerítse ki, buktassa le, vigye el, jelezze a rendőrségnek. De még egyszer mondom, mondom, emlékszem az első kommentekre, hogy város, polgármester, mikor már takarodik el. Szóval ez, persze már megszoktam ezt, de igaztalan. Ugye rá pár napra volt egy rablás a Városkert úton. Első kommentelő, na, hol van a polgármester?
Szóval mind a viccben, hogy minden Móriczkának mindenről egy valami jut eszébe, ennek a csapatnak is, aki a nevek ugyanazok, mindig visszaköszönnek. Unalmas és igaztalan. És a rendőrség viszonylag gyorsan elkapta a tettest. Ez a normális dolog. Ugyanúgy, ahogy a betörés volt a Dobóti bölcsödébe, semmit nem vitt el az illető, de betört. Két napon belül elfogták. Tehát viszonylag gyorsan és hatékonyan tud a rendőrség dolgozni, csak kicsit több lojalitást meg bizalmat a közféra felé, hogy nem megveszekedett gazemberek meg felelőtlen emberek dolgoznak, hanem mégis próbálja mindenki tenni a dolgát, de be azt kérem mindenkit, hogyha ilyet tapasztal, ott a városrendészet száma, ott vannak nyilvános telefonszámok, jelezzék, nem fogjuk ezeket a problémákat szőnyeg alá söpörni. Hát sajnos ilyen mindig volt, meg lesz, de még egyszer mondom, nagyon jók a gyöngyösi mutatószámok. Tudom, és az hogy azt is jó, igen, így van. Nem vigasztal senkit, akit épp kirabolnak neki, magyarázhatom, hogy milyen jó a közbiztonság Gyöngyösön. Sajnos túl sok a kábszeres, túl könnyen tudják venni a, hát nem is kábítószer, hanem bódító hatású, nem tudom milyen még kábítószernek se minősülő, de gyakorlatilag kábítószer, pár száz forinté, ezért lopnak virágot, temetőből, bármit, bárhonnan, otthonról. Tehát az az ember, aki ebbe bekerült, az mindenre képes. Tehát ez, és ez egy országos veszély. Gyöngyösön viszonylag, és erről is beszélgettünk, hogy viszonylag nagy a fertőzöttség a Duránda és a harmadosztályú területen, és az elitebb kategória gyerekei között. Bár az lehet, hogy nem követel bűncselekményt, csak otthonról viszi el a szerre valót, de ezek létező veszélyek a fiataljainknál. Úgyhogy ezzel ellen meg megint azt mondom, nem csak a városnak kell küzdeni, hanem törvényekkel, sok mindennel. És nem elsősorban a börtön az, ami a végét, hanem terjesztők, tehát van ennek egy sora, de ebben mindenki igyekszik, és vannak konkrét események is, de lebukik 10 terjesztő, már 12., 13., 15. áll be, és folytatja helyette. Ez egy végeláthatatlan küzdelem, ott van a pénzparipa, fegyver, laboratóriumok, és a rendőrség meg az egész igazságszolgáltatás sok esetben fut az események után, próbál ebbe lépni, csak borzasztó nehéz. Polgármester úr az első részben említette, hogy az oltási botrány óta önön a célkereszt. Ugye erről beszélgettünk akkor is, szinte közvetlenül a eset után meg is kérdeztem, hogy ön valóban beoltatta magát, hogy volt ez az esemény. Akkor azt mondta, hogy elindult egy vizsgálat a kórházban. Tud valamit róla, hogy lezárult-e ez a vizsgálat, lett-e valamilyen eredménye? Ön mi az, amit következményként elszenvedett? Egyáltalán most hol tart ez az ügy? Van információja erről? Van, de csak azt szeretném mondani, és megint vissza a legelső beszélgetéshoz, hogy egy mesterségesen feltuningolt ügyből, ami nem a tényt illeti, hogy mesterségesen, hanem valóban beoltottak. De nem én mentem, nem én erőszakoltam ki, nem éltem vissza hatalommal. Tehát amivel már megvádoltak, hány év börtönt fogok kapni, stb. Stb. És a Facebookon még egyszer mondom, a legaljasabb, a legalpáribb, és nem is a hang, nem a tartalom, a fenyegetettség. Ugye a kórház vezetésével szerintem korrekt, normális volt a kapcsolat. Gondolom ezért is szóltak január 9-én az oltásügybe. De arról a kórház vezetésétől semmiféle információt én nem kaptam, csak annyit, hogy elindult egy vizsgálat, leírták, de ez gyakorlatilag január végén vagy februárban elkészült. Azóta ugye senki nem tette közzé. Jó lett volna, mert akkor kiderül, hogy most akkor ki hibázott, mit hibázott. Ugye ezt egy gyöngyösi állampolgár idézőben kukázta ki, közérdekű adatszolgáltatásként a kórháznak ki kellett adni, de egy rendkívül szűkszavú közleménybe, ami arról szólt, hogy a kórház vezetőben itt a egészségügyi dolgozók nem hibáztak ebben. Tehát ha ők nem hibáztak, akkor gondolom a másik oldal is úgy van vele, hogy hát én sem pisztolyjal mentem be és fenyegettem meg még az a, itt ami 30 ember, aki velem együtt gyöngyösiként vagy környékbeli település lakójaként akkor megkapta az oltást. Tehát ez is hozzátartozna az igazsághoz, hogy pár hónap óvákkal azt kell mondani, hogy mi a kulpa, kicsit túlléktük,
nem egészen így volt, kellettem az országos propagandához, puff-puff lőjük. Rendőrségi vizsgálatot kezdeményezett. Nem hivatalosan, de úgy tudom, hogy lezárták, de nincs a végeredmény nyilvánosságra hozva. Van egy másik vizsgálat, ugye, ami a örökös feljelentő Tényi úr mindenkit feljelent. Itt a tesztelés, meg a tesztgép, meg ennek kapcsán valami képtelen vád az volt, hogy különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás, és akkor már röpködtek a börtönévek. Ebbe sincs még. Bekértek tőlünk adatokat, mi leírtuk a történetet, becsatoltuk az összes levelezést, minden dolgot, de nincs benne. Nem akarom megelőlegezni a vizsgálat végét, de hogyha egy maximum is objektívek a hatóságok, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy semmi olyan következménye nem lehet. És eddig nincs okom azt feltételezni, hogy ők elfogultak lennének ebben a dologban. Nagyon korrektül viselkedett ebbe a rendőrség is. De még egyszer mondom, ebbe az a arcpirító, hogy akik feltörölték velem a padlót, azok véletlenül sem mondják azt, hogy hát nem egészen így volt, és mi a kulpa, mert nem is várom el. Most már túl vagyok rajta, én azt gondolom, hogy nem ez a lényeg. Ezért is kérdeztem, hogy mit tud az eredményről, de akkor egyelőre ennyit. Háromsoros választ kapott az állampolgár, hogy az egészségi dolgozó kórházban nem felelősségük nem alapja. Tehát nem marasztalta őket a kvázi a egészségügyi vezetése. Nem is tehette meg, hiszen nem volt utasítás. Tehát nem volt tisztázva, hogy a megmaradt vakcina, azt mit kezdjenek vele? Adják be, kinek adják be? Igen, mert akkor jött még be az oltás. Rá majdnem egy hónapra jelent meg. A én ügyem kirobbanása, ugyanamit talán a 20-a környékén volt, azt követő másfél-két héten belül jött ki az utasítás, hogy mi a sorrend. Aztán az is megváltozott. Már vadáztak az emberekre néha, amikor ott volt az oltványok, hogy gyere már. Jöttek a 20 évesek, jött mindenki, akit be lehetett. Aki beállt a sorba, bárhol, beoltották, nem baj. Csak akkor még kell példát tatuálni, kvázi bűnözőként oda tenni egy polgármestert. Én ennek a politikai konzekvenciát levontam, őszintén bocsánatot kértem, mert persze utólag az ember mindig okosabb, de erkölcsileg úgy éreztem, hogy ez minimum ezzel tartozok. Aztán ugye az is hozzátartozik ez a gyönyörű magyar légkörhöz, hogy azokkal, akikkel együtt megkaptam az oltást. Egy normális társadalomban, ahol van egy civil kontroll, ezek az emberek mind vezetők, voltak még vezetők, nem tudok párthoz való kötődésükről, akkor ki kell, hogy álljanak és azt mondják, hogy kedves média, úgy ti összesen, nem igaz, amit mondtok. Mi itt vagyunk 30-an, vagy 25-en, vagy 40-en, mi is végéltük, nem erről szólt a történet. De ma nem mer kiállni senki, mert félti a, nem akarom sorolni az állásait, meg a gyerekét, meg az unokáját. Tehát, na, ez az a kellemes légkör, amiben élünk Magyarországon. De akkor beszéljünk kellemes légkörről is, mert polgármester úr ma kitüntetés átadásról jött, ugyanis ma volt a bölcsödék napja itt Gyöngyösön délután 2 órakor. Ugye az áprilisban lett volna meg, de a Covid alatt. Hát igen, akkor most minden kitüntetési történetet későbbre datáltak, de a mai napon átadásra került, igen, a bölcsödék napján. Beszéljünk erről is, hiszen a legkisebbeket óvják végig. Igen, tehát ez egy jó dolog, tehát megköszöntem a kolléganőknek, itt volt a szakszervezetük országos vezetése is, itt volt országgyűlési képviselő Dudás Róbert, volt egy szép köszöntés mindenki részéről, és én is elmondtam nekik, hogy egyrészt köszönöm azt, amit a Covid alatt emberfeletti dolgot nyújtottak, mert rögtön az elején, amikor kevésbé volt nagy veszély tavaly tavasszal, jöttek élelmiszer csomagolni, szállítani, gyógyszer, stb. Akkor sokan igénybe vették, ősztől tavaszig 1-2 hetente, de ott voltak. Minden nap bementek dolgozni, pedig benne volt, hogy vagy ővízbe fertőzést, és megfertőzi a szeretett csoportját, gyerekét, vagy a kisgyerektől ő kap fertőzést, és lehet, hogy nem éli túl, hiszen nem mondhatja a gyereknek, hogy maradj távol, ott ül az ölébe, törli az orlát, puszilgatja. Épp ezt mondtam, hogy ennek a gyönyörű hivatásnak tényleg, és saját gyerekeim példáját mondtam vele, hogy közel 40 éves a fiam. Nem arra emlékszik, hogy 2 éves vagy 2 éves korában kivel játszott, vagy mivel játszott, hanem
Ili nénire, meg Pannika nénire emlékszik, a Dadus nénikre. Mert annyira tündériek voltak, és minden gyereknek megvan az élménye, ezek az emberek tényleg, amikor a legvétlenebb a gyerek, amikor először kiszakad a családból, úgyhogy megköszöntök nekik, mondtam jó híreket is, hogy ugye folyik most a Jeruzsálem úti bővítés, bölcsőrebővítés, illetve saját pénzből egy nagyon komoly fejlesztést végrehajtunk, felújítást az ottani bölcsőrébe és a Jeruzsálem úti óvodába is. Tehát kicsit, akkor végre jó hír is kicsit, kicsit azt gondolom, hogy ez nekik is fontos, meg tényleg csak köszönettel tartozunk nekik, mert jó dolgoznak. Maradjunk a jó hírek oldalán. Jó. Nyáron azért már lesznek rendezvények. Már most is vannak, mert ugye a döntő, a foci is lehet nézni a Teműfház előtt, a mozi is gyönyörű új bútorzatot kapott, most már megnyitotta a kapuit. Rendezvényekre is készül a város. Sok minden történik, csak még egyszer azt mondom, és most visszatérek még az előzőre, Pető Dóriánra, aki szíd, minek vagyok már, nem kívánja alalmat, de hogy semmit nem tettem, mióta ő itt él. Most az ember felsorolnak, hogy kedves Dórián, 2002 óta vagyok polgármester. Én felsorolom mindazt a beruházást, gyarapodást infrastruktúrába, létesítményekbe, mátrai fejlesztésekbe, egyetemfejlesztésbe, amit nem a város, a város is, meg partnerek voltak sok mindenkiben, iszonyú sok minden dolog történt. Ezt úgy elintézni, hogy semmi nem történik, mennyire a francba? Valahol nem ezen a vidéken élünk. Úgyhogy ezek a rendezvények, tehát ezt akarom mondani, hogy történnek dolgok, csak nem mindig a propaganda, tehát nem az a legfontosabb, hogy most minden centiméter kő letételét, sajtó visszhang, felavattuk a Vargák tere, tehát az északnyugati város és szocváros Reabos uniós pályázatnak egy kis szeletét, ugye ez egy 70 milliós beruházás, utak, közművek, szép utca. Ez most volt. Igen, a fogban. Rögtön a komment, minek építünk a cigányoknak, miért nem telepítjük ki őket, nem ezt ígérte a városvezetés, hanem azt, hogy kitelepíti. Ki ígérte ezt? Ilyen embertelen, rasszista. Bocsánat, de ez van bent a Facebookon is. Egyrészt, hogy a Vargák tere és a Sárosi utca nagyrészt magyar lakta terület. Évtizedek óta kózban, mocsokban, térdig sárba járnak. Így is megkésve, de örömmel adtuk át a beruházást. Folytatódni fog is a Szép utca, a semmiből vezető Szép utca mellett, mert az uniós pályát azt mondta, ahol a lakásrehabilitáció történik, ott vannak egysorban bérlakásaink, oda mehet infrastruktúra. És akkor lesz még közösségi ház Fúvaros utcában, és lesz egy gyönyörű Berényi Haller kastély felújítás, az is csak részben, mert a egyik része nem a miénk, az állami. Tehát történnek dolgok. Egy csomó közbeszerzésünk uniós pályázatnál odaért, hogy ki fogjuk írni, minden remény megvan arra, hogy befejezzük jövő év első negyedévé vagy közepéig ezeket a rengeteget fog a város gyarapodni, meg szépülni. És a rendezvények? Rendezvények, a, most van a rendezvények elindultak, ugye, nagyon népszerű a nagy kivetítős foci ebénézése, nagyon jó a műfáznak a kezdeményezése, a borokházánál, a borbárnál szintén. Ezek jó dolgok, az emberek már közösségre vágynak, már. És ki akarnak is. Ezek szerint bornapok is lesz. Lesz, és a bornapok előtt lesz még egy ilyen borsörnap, ez pedig egy közös uniós interreges pályázat Losonc. Tehát a szlovákiai Losonccal, ahol egymás városába elmegyünk, és egy hétvégén, ez is még júliusban, a 23. a 24. bornapok előtti, tehát a májusi bornapokat megrendezik júliusban. Lesz egy ilyen kis mini néptáncfesztivál is, nem külföldi együttesekkel, de öt nagyon rangos együttessel, Palóc, a Nógrád megyei, nem tudom, hogy Salgó, Jászsági népi együttessel, Bihar. Tehát nagyon névos. Itt a magyarországi krémmel lesz egy. Így van. Ez az augusztus 20-ai hétvégén lesz. Aztán, ha a Covid nem rondít be, akkor szeretnénk a születet, meg minden olyan rendezvény megtartani. Szóval itt jön a kérdés, hogy gitárfesztivál is lenne egy rövidített júliusban. Tehát egy csomó rendezvényen elindulunk. Beindult a mozi. Igaz, hogy óvatosak az emberek, nem nagyon mennek még zárt térbe, pedig jönnek a jó filmek, légkondicionált, tehát kicsit propagandát csinálok neki, de ha azokat a szabályokat betartjuk, akkor, de akkor azt viszont tartsuk be. Mert ez most mindenki happy, mindenki megy,
keresztül kasson az országba, külföldre menne. Nem így néz ki Európa. Sőt, azt mondom, Magyarország sem, meg Gyöngyös sem, meg 60 se. Mai napig vannak covidos halálesetek. És nem azok, akik az lecsengő harmadik hullám végén lélegeztetőgépben voltak és nem épültek fel, hanem friss esemény, friss halott. Tehát az látszik, hogyha bejön az a indiai mutáns, vagy ami nem tudom, Angliába most tarol, és hogyha nem vigyázunk, akkor ebből tényleg lesz ősszel negyedik hullám. Nem kívánom. Én nagyon remélem, hogy ha nem lazítunk, meg ha megjönnek időbe a korlátozások, akkor talán megfogható, de ebbe azt gondolom, hogy... Hát oda kell figyelni oda, a továbbiakban. Mindenki, családoknak, egyéneknek, kormányzatnak, önkormányzatnak. Viszont ugye eddig a polgármesteri határozatok léptek életbe egészen addig, amíg újra nem lett testületi ülés. Most viszont már lehet. Július 5-én lesz majd a testületi ülés. Most már akkor a jövő hét folyamán kezdetét veszi a bizottsági és az egyéb, tehát visszaáll most az ütem, ami a döntéshozásban eddig is releváns volt. Igen, július 15-én gyakorlatilag ezt a veszélyhelyzethez kötött extra jogkört megszüntette a kormányzat, tehát a polgármesterek önmaguk nem döntetnek. Eddig se volt, gyakorlatilag olyan kérdésében volt önálló döntés, ami vagy olyan esetben döntöttem saját kútfőbe, amikor egyszerűen nagyon fontos ügybe, mondjuk kitüntetés ügybe, 2 szavazat, 3 szavazat, tehát nagyon megosztódott. Ugye a képviselő, ha nem egyeztet egymással, meg a frakciók nem egyeztettek, akkor mindenki letette a saját véleményét, ne, szem polgármester, döntsi. Én meg döntöttem, és próbáltam, akire legtöbben szavaztak, eldönteni. Most ez megszűnik, mindenben vissza a bizottság, stb. Úgyhogy csak kiegészítésként, hogy mondjam, ha beszéltünk a bölcsődés napjáról, meg most kitüntetésről. Az összes elmaradt kitüntetés, tehát szociális munkanapja, ami novemberben elmaradt, sportolók, sportvezetők, magyar kultúranap, ifjúság, díszpolgár, pedagógus, tehát 6 kitüntetés, az augusztus 20-án egy összevont ünnepség keretében lesz átadva. Most meg kettőt már megtartunk, egyik a Semmelweis napi, amit 1-én fogunk július rendezni, július 1-én, a másik pedig a köztisztviselők napja, ez meg 5-én a testületi ülésen. Tehát mi is most kicsit bepótoljuk az elmúlt hónapok elmaradásait, visszatérve a lényegre, hogy igen, testület fogja meghozni a döntéseket. Jó így, mert a képviselők kicsit úgy lógtak a levegőbe, így meg kicsit én is, hogy mondjam, felszabadulok a nyomás alól, mert nekem is jó az, hogyha van egy kollektív bölcsesség, és van egy kommunikáció. Nyilván azért az nem mindegy. Akkor ennek ellenére is nyilván óvatosságra intjük a kedves városlakókat, az itt élőket, a turistákat, hogy figyeljünk egymásra a továbbiakban is. Önöknek jó munkát kívánunk. Köszönjük, és szép nyarat kellemes mindenkinek. Kellemes nyarat, és azt, hogy a gyöngyösi rendezvények szépen sikerüljenek. Így van, és mindenki egészségbe. Úgy legyen. Azt hiszem ez a legfontosabb. Én most így a Covid után erre kéne mégiscsak fókuszálni, hogy azért vigyáztunk egymásra, amennyire csak tudtunk, és hát vigyázzunk a továbbiakban is. Köszönöm szépen, polgármester úr. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőinknek pedig a figyelmét köszönöm. Ma este a fórumot látták élőben, melyben Hisz György polgármester úr mondta el a Gyöngyös várost érintő legfontosabb dolgokat. További szép estét kívánok. Viszontlátásra.